tiszta dolog, hogy ez látszik, ez a zsidóság lett. És ebben nőttek bele, hogy a zsidók azok, akik Ábrahámtól származtak. És nézzétek meg, jön a Pál, és ugyanarra az igére elkezdi azt mondani, hogy nem több magról beszél. És akkor megnézed, akkor tényleg kiderül, hogy azt mondja, így lesz a te magod. És arra a magra, akire mindenki 4000 évig azt mondta, hogy Izsák, azt mondta, hogy az a mag Krisztus. Honnan szedte ezt? Micsoda baromság, micsoda hülyeség ez az egész. Érted? Vagy azért az, hogy itt mondtam az előbb a Melkisedeknél, mivel mindenki ugye Ábrahámtól származtatta magát, ő rengeteg példát próbálja győzködni a zsidókat arra, hogy az Ábrahám, akitől ki származtott, az tizedet adott annak az Melkisedeknek, és az egy más valaki volt, az nagyobb volt az Ábrahámnál. Ez csak egy ilyen példa, de több ilyennel győzködjük-e. És ez a mély, aki teljesen egyértelmű, hogy az Isten szólította meg az Ábrahámot. Isten mondta, hogy ne féljék körül magukat. Azok, akik vér szerint meg volt pontosan onnan származnak, jön az a Pál, és azt elfigyeljék, azt kezdi mondani, az nem az a körülmetélkedés, amit, hogy körülmetélitek magatokat, hanem a szívnek a körülmetélése. Micsoda butaság. Jó? Na most, mi ma ugye már ezzel annyiszor olvastuk, hogy de gondolj bele, hogy amikor neked valaki jön és azt mondja, hogy nem az a magyarság, hogy te magyar vagy. Ráadásul tudod, hogy te Istentől kiválasztott nép, van egy testi jel, amit Isten szavára csinálnak az emberek. És jön valaki, aki mondja, hogy nem az a körülmegérkedés. Ez az ember, ez teljesen eretnek és ördögi, amit mond. Mindennek ellent mond, amit addig hittek és igaznak tartottak. És nézd meg, utána még azt bizonygatja, és ez a csúcs szerintem, nem az a zsidó, aki tesz szerint zsidó. Tehát itt szerintem borult az egész, és ez váltotta ki azt a tühöt a zsidóba, hogy ezt meg kell ölni. Mert ez az ember, amit mond, ez olyan veszélyes, ami eltörni egy nemzetnek az identitását, ami Istentől született nép, meg látszik a törvényeit, minden, évezredeken keresztül, mi kell ehhez, hogy ezt felborítsuk, ez egy baromság az egész. Mégis, amit a Pál mondott, az volt az igaz. Mert a Pál meglátta a formán túl a lényeget, a tartalmát az egésznek. Tehát nekünk is megjelent a lényeg, aki Krisztus, ő a szubstancia. Innentől kezdve nagyon észnék kell lenni, például, nem akarok felnek ismerni, tehát nagyon észnék kell lenni, hogy nem baj, hogyha valami test szerint értünk, igaz, az önmagába. Csak nem észre, hogyha elkezdem üldözni a másikat, hogy nem esetleg az én megértésemmel van valami baj, és inkább nem tudom én olyan csendben nézzem meg, hogy hogyan lehetséges az, hogy az esetleg igaz lehet, csak én nem látom azt a dolgot. Tehát ez ma is ugyanúgy tud megtörténni mindjárt. Na, még egy példa erre, amikor a Nikodémus elmegy Jézushoz, ugye most az újjászületés. Elmegy a Nikodémus egy farizeus Jézushoz éjjel. Még nem is mond semmit, Jézus azonnal az újjászületésről kezd beszélni. Ugye ezt így nagyon szeretjük, hogy lám-lám azt mondta, hogy újjá kell születni mindenkinek. Még a Nikodémusnak is. Tehát Jézus, figyeljétek! Ez volt a legfontosabb dolog, úgyhogy kérdezés nélkül Nikodémus még itt úgy éve, hogy az ige úgy mondja, csak annyit mond, hogy tudjuk, hogy Istentől, vagy bocsánat, mondod valamit, de hogy senki nem teheti ezt, amiket te teszel. És Jézus azonnal a lényegre tér. És a lényeg ez, mindennek a lényege ez. Azt mondja, hogy ugye így szoktuk meg, de én most egy más jelentéstartalmat adok a formának, vagy egy bizonyos fajta értelmezésnek. Szükséges, ha valaki nem születik újonnan, nem látja az Isten országát. Oda nem az van így, hogy újonnan, hanem az, hogy bent, belülről születni. Azonnal a Nikodémusnak az eredetét kezdte mondani, hogy szükséges az, hogy az ember fent szülessen. Nem itt, nem a test. És látszik az, hogy a Nikodémus teljesen testi volt, azt mondja, hogy mi módon születik az ember, ha vér.
De ennek ellenére Jézus nem engedett abból, az, és utána mondja is, hogy hogyan értenétek a mennyei dolgokat, amikor a földieket nem értitek. Tehát, hogyha te látsz valami, nem kell azért leengedni, mert nem tudom, én nem érti. De Jézus utána, tehát mondom, hogy Nikodémus egyáltalán nem értette, hogy hogyan mehet ő az anyjába, tehát olyan testi értelmezése, ahol Jézus nem... Itt van egy szent hivatkozás arra, hogy Nikodémus maga akar az anyjába visszatérni. Látjátok, minden attól tisztában, hogy hogyan használjuk. Ez egy teljesen bibliai szöveg. Nikodémus visszatérni az anyjába. Na, tehát ez az új eszmetés, egy rossz értelmezése. Tehát egy teljesen testi, és utána annyi mondja, ha nem születsz víztől és szellemtől, nem mehetek az Isten országába, ami testtől született test, de amíg előtte újra mondja, ezt kétszer mondja, igen, utána mondja, hogy szükség nektek, hogy fent szülessetek, hogy felülről szülessetek. Ez nem azt jelenti, hogy Nikodémus, te itt vagy, te egyébként alulról születtél, vagy csak valahogyan így összegyúródtál, de most ebben a pillanatban szükség, hogy valahogy felülről megszülessél. Az a Nikodémus minden ember, mi ezt már tudjuk, ugye fent született valamikor. Ez is honnan a izéből jön, bocsánat, hogy az ember fent született. Onnan, hogy kezdjük a búzát összetörni, és kezdjük a lisztet szagolgatni, meg ízlelgetni, ami nem úgy néz ki, mint a búza. Tehát mert már amikor nézed az igéket, akkor már rájöttünk arra, hogy az erre ember előbb született, Istentől származik, csak ezt elfelejtette, de Jézusnak ez volt a legfontosabb, és ez kezdte nyomatni egyből a Nikodémusnak. És csak annyi kellett neki, és mindenkinek csak ennyi kellett, nem egyszerre történik, hogy megértse azt, hogy felülről született. Hogy a te lényed nem testből való. Amikor ez fel jön bennünk, ez az, amit megtérésnek hívunk, csak ilyen kategórikusan. De a megtérés az egy folyamat, az állandóan vissza kell változni ebből a ketrec állapotból, a ketrec gondolkozásból. Na még mondok ilyen igét, ezt a szerdán mondtam, de nem mindenki hallotta. Ugye Jákob meg Ézsau, ott is azok, hogy Ézsau a leírt törvény szerint, de mégis Isten Jákobot választotta. Tehát Isten, ő egy szellem, és neki szellemi módon intézi a dolgokat. Tehát lehetséges, hogy valami így látszik helyesnek, vagy a másik példában, amit mondtam, az a Manasszé és a Efraim. Ott is ugye fordítva áldotta meg őket a Jákob. Tehát azt jelenti, hogy az Isten referenciája nem az, hogy test szerint hogyan van, hanem a szellem hogyan jelenti ki, vagy a szellem világban hogyan van. Egyébként én azt gondolom, ez itt ilyen lehető túlzásnak tűnik, mert az apostázis, ahol emlékszem, ez a szó írja, hogy a hittől való elszakadás. Ezt arra szokták mondani, hogy az utolsó időkben az emberek elszakadnak a hittől. Amikor a Pál írja a leveleket, már ott elszakadtak sokan. A hittől való elszakadás az az, hogy a testi módon értjük az igét, és nem hiszünk. Nem a láthatatlan dolgokat akarjuk úgy megismerni, ahogy van, amit kezdtem a Galata 3.1-be, hogy nem engedelmeskedtek a valóságnak. Mert mondjuk nem látjátok, és akkor testi módon próbáljátok érteni, ez elszakadás a hittől. Tehát nem kell majd várni, hogy majd valamikor ez emberek elszakadnak, bármikor el lehet szakadni, hogyha az ember nem a láthatatlan dolgokról győződik meg, és nem úgy él, vagy úgy cselekszik. A következő, a Galata, ez csak azért mondom, a Galata 3-ban írja le azt, amit már mondtam, hogy a mag, hogy nem többes számban van, hanem egyes számban, és az a mag, az nem Izsák, hanem Jézus. Tehát ez egy óriási pofon volt a testi igeértelmezésnek. Óriási, hogy Izsákra ezt mondani, hogy az nem az, hanem az a Krisztus. Tehát ez egy őrültség. Ugyanígy az, hogy nem az a zsidó. Ha belegondoltok, ez egy hihetetlen, merész, pofátlan, eretnek dolog volt. És én nem hiszem, hogy ezen ki lehetett akadni. Mert egyszerűen olyan ellentétes volt mindazzal, amit ahogy ők addig helyesen láttak. Mert nem lehetett látni a lényeget addig, amit meg nem jelent.
De megjelent a lényeg. És az volt a baj, hogy nagyon sokan, ugye a farizeusokról írja főleg, nagyon sokan utána is megmaradtak a testi értelmezésnél, és még ma is így van. Nagyon sokan ma is csak test szerint értik a Bibliát, az egész Bibliát, nem az egészet, de részeket. És nem jövünk rá arra, amit az előbb mondta, hogy Jézus nem kellett a Pálnak a testi értelmezés. Például nem igaz az, hogy azért, mert kimész a városba és látod a bűnös embereket, hogy akkor Isten is bűnösnek látja őket. Ez egy testi értelmezés. Igen, igaz, hogyha csak a testi szemeddel nézel, akkor valaki most megöl valakit, az bűn. Én nem mondom, hogy nem bűn. De hogyha nem volt megváltás, akkor csak ennyi van. De volt Isten fiának a halála, ami mindent megváltoztatott az egész univerzumban. Innentől kezdve Isten más gondol a gyilkosról, és akkor azt kérdem, nem lehet hirdetni annak a gyilkosnak az evangéliumot? Ah, dehogy nem lehet, sőt, oké, de akkor mi? Én voltam a Szegedi csillagbörtönben, ott még szinte mind ilyen, minden misszió megjövő és hirdeti neki. De akkor hogy lehetne hirdetni csak úgy, hogy Istennek más véleménye van róla? Én megértem, hogyha egy rokonnal beszélsz, akkor az ő érzelmei úgy el vannak borulva, hogy ő maga végezné ki. Ha van ilyen emberi törvény, tegyék meg, hogy így ítélnek. De Isten más lát erről az emberről, és nem úgy nézi. Na, tehát igen. Ahogy megy tovább ezzel a maggal, még csak egy akarok, ami szintén, ugye az ígéret, tehát a mag, ő a Krisztus, és utána azt mondja itt megtaláljátok, igen, hogy a 20-as, vagy 19-es, 20-as versben azt mondja, hogy az ígéret, igen, eljön a mag, akinek tétetett az ígéret. Tehát azt mondja, hogy eljön, azt már tudták, hogy majd jön a Messiás, csak nem tudták, hogy ott is arra utal. Tehát a Pál abból az ígéből is a Messiás magyarázza, az Izsákból, és azt mondja, hogy neki tétetett az ígéret. Utána meg jön egy csavarral, két versen lejjebb, az ígéret a Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek. Tehát egyszer azt mondja, hogy a magnak tétetett az ígéret, utána pedig azt mondja, a Jézus Krisztusban való hívőknek hitáltal. Tehát, hogyha csak te szerint közelítesz hozzá, akkor összezavarodsz ezzel az egésszel. Azért kell komolyan mondom, még akkor nem beszéltük a kegyelemről, de valahogy régebben megragad nekem ez ott a Pál imádkozott, hogy Uram, add a bölcsességnek és a kijelentésnek a szellemét. Arra van szükségünk, mert ezt nem emberi értelemmel lehet megérteni, nem kell kitalálni, hanem leleplezi az Úr. Ugye a leleplezés azért jó szó a kijelentésre, mert azt jelenti, hogy egy olyan dolgot mutat meg, ami ott van, csak lemegy a lepel. Ez annyira szép, de ezt nem tudod te lerántani ezt a leplet, hanem azzal, amit te látsz, ha azt elmondod, az megnyitja másnak a szemét. Pálnak azt mondta Isten, amikor az egyik király előtt beszél, hogy azért küldtem, hogy megnyisd az ő szemüket. Tehát te, amit látsz ezen, meg tudod nyitni, elmondod ugyanezt a világosságot, az megnyithatja a szemét, de akkor is a Szentlélek végzi, persze, de ezt csak azért mondom, hogy akkor nem kell többcsinálni semmi, majd a Szentlélek nyitogatja, ne járhassuk a szánkat, azáltal dolgozik a Szentlélek. Na, de itt is nem, mi az, hogy neki adatot, utána meg az, hogy hívőknek adatot, hitáltal. De itt is össze lehet zavarodni, és nagyon sok ilyen dolog van. De ilyenkor nem az a megoldás, hogy akkor csak az ígéret Jézusé, utána meg lejjebb néz, a másik meg azt kiabálja, az ígéret az enyém. Most akkor ez is igaz, az is igaz. Tehát mind a kettő igaz, de a szellem által lehet megérteni. És akkor a csodálatos alapigék, ami mindent feltár. Na, tehát tehát ott tartottunk, hogy a forma, amikor test szerint látunk, akkor csak külsőségeket látjuk, a formát. Amikor elkezdünk szellem szerint látni, meglátjuk a lényeget. És mi a lényeg? Az, amit már rengetegszer elmondtam, és most újra elmondom, még két gondolatot akarok kifejteni. Az egyik ugye a sas. A sas, amikor hallotta azt a kiáltást, akkor a sasban felébredt az eredeti sas. És hiába volt az elméje börtönben, mert mindnyájunknak a bukás miatt börtönbe került az elméje,
onnan nem tud tanulás által kiszabadulni. Tehát nagyon fontos, hogy ilyenek, az igének a tanulmányozása nem szabadítja meg az embereket, hanem az, amikor megvilágosodik. Ezért mondta Jézus, hogy ez nem azt jelenti, ugye itt is a test szerint érti valaki azt mondta, hogy a pajó asztalra biztatja az embereket, hogy ne olvassák a Bibliát. Ezért mindig a test szerint való üldözi a szellem szerint való. Én nem ezt mondtam, és nem is fogom korrigálgatni minden mondatomat, mert mindenbe bele lenne kötni test szerint. De azt mondom, hogy attól, hogy a sas repülő leckéket vesz, nem fog repülni. Vagy attól, hogy valaki kívülről tudja a Bibliát, nem lesz szabad ebben. Hanem annak a sasnak fel kellett ébredni benne arra, ami eredetileg ő benne megvolt. És abban, de amikor erre ráébred, akkor egyszer mindent tud. A mindentudás egyetemén érzi magát, onnantól kezdve tud repülni. Tudja egy sasnak, mit kell tenni. Nem kell leckét venni. Ez az, amikor azt mondja, hogy megismeritek a fiút, most én hozzáveszek az igéhez, magatokban, hogy megismeritek magatokat, mint a fiút, és szabadok lesztek. Ez a forrása annak, hogy helyesen cselekedjél. Nem az, hogy megtanulod, mi a jó és mi a rossz, és úgy kezdesz cselekedni. Ameddig, és ezért, és tudom, hogy ez nagyon veszélyes, de az erkölcs az a bukott emberiségnek a találmánya. Az nem Istennek a találmánya, az erkölcs. Még mindig jobb, mint az erkölcstelenség, jó? Tehát a törvény is jó volt, oké? Csak Istennek van egy még jobbja az erkölcsnél, az ártatlanság, amikor egyszerűen csak a jón jár az eszed, mert a természeted isteni, csak isteni dolgok vannak benne. Tehát a sasnál, ugye, akkor, igen, na most, ez az eredet, mi ez az eredeti sas, és figyeljetek, ha csak ennyit jegyeztek meg egész életetekre, ezt garantálom itt, jelen ismeretem szerint a nyakamat teszem rá, hogy elég ennyi. Az eredeti sas azt jelenti, elkezdesz magadról azt gondolni, ami eredetileg igaz volt rá. Én ártatlan vagyok. Akármi csináltál, én ártatlan vagyok. Én szent vagyok. Én apukának a szem fénye vagyok. Tehát éppen most itt tudom én vesztél össze a férjeddel, feleségeddel, vagy akárkivel. De nem ez határoz meg engem, mert ez egy bukott gondolkozás, ami a fejemben még lehet, amiatt tettem. De ez nem én vagyok. Nem ez határoz meg, hanem az, ami Krisztusba törlik. Csak ez lesz a, ez a mániád, és mindjárt mondom meg, fantasztikus ígét, amit ismertek, csak egy picit megtudom, hogyha ez a mániád, ez az, ami kitisztítja az összes testi ízét bennünk, illetve állandóan tanítani fog téged. Csak kinyitod a Bibliát, ránézel és érted és szól hozzá, de komolyan mondom. Azért, mert a Biblia azon a nyelven beszél, mint az az új ember. És hogyha te úgy kezdesz magadra gondolni, mindenhonnan szól. Komolyan, én most már kerem, tényleg így próbálom, hogy kinyitom bárhol, ahol ilyen teljesen ószövetségen ilyen-olyan, csak azért, hogy lássam, hogy azt mondja belőle, hogy a lényeget, a szubstanciát, jó? Tehát, hogy ne a formát ragad meg, hanem a lényeget. Ezt csak úgy tudod, hogyha magadat is a lényeget látod meg magadban. Tehát te egy tiszta ember vagy, egy szent, Istennek az ereje van benned, olyan vagy, mint ő. Ez kell, hogy állandóan legyen. Ha csak ennyit tudsz, ez elég arra, hogy mindent megvilágosítson az Úr, amit most nem értesz. Elég arra, hogy innentől kezdve elküldjünk Afrikába, vagy ahova akarsz menni, és az életedet áldozzad éhségben, szegénységben az evangéliumért. Annak lesz a legjobb helye, ha mennyiben együtt, amit megölnek az Úrért. Tehát magyarul, ha csak ennyit megértesz, ez elég ahhoz, hogy evangélizáljál az egész világon, vagy akár Torontóba, a Börcsmond utcán, vagy bármilyen. Jó, tehát az eredeti sas, és akkor a következő az egyik ilyen csodálatos alapigénk, és akkor ezzel fogom befejezni, a Kolosszé 3, ami csak más szavakkal ugyanaz, csak olyan annyira szépen így